A Leányka úti fejlesztések és a főiskolai nagy beruházás óta hétről hétre foglalkozunk ezzel a témával, és más-más oldalról közelítjük meg. Vendégünk most a stúdióban a természettudományi kar dékánja, dr. Liptai Kálmán. Szeretettel köszöntöm. Köszönöm szépen. És természetesen az első kérdés az az lenne, hogy a Leányka úti fejlesztések önöket is érintették, és konkrétan a természettudományi kart. Milyen változások történtek a kar életében? Most betűket fogok mondani, a nézők remélem tudják azonosítani. A Leányka utcában volt egy C épület, ahol a matematika, fizika, kémia tanszékek élték az életüket. Ez egy olyan korú épület volt körülbelül, mint én vagyok most, hogy meglehetősen öregecske, és most ezt felújították, teljes körű rekonstrukcióban keresztül, egy PPP program keretében, és teljesen új arcot kapott. Ide költözött a Matematikai és Informatikai Intézet, ez teljesen úgy lett kialakítva, hogy az informatikai igényeinek megfelelően, illetve ami régen nekünk problémánk volt, hogy ez egy nagyon meleg, ablaktalan helységek voltak, itt légkondicionált berendezéseket kaptunk. Egy kiváló szép épület lett, 21. század, szép könyvtárral, közösségi terekkel, tehát kifogástalan. Illetve van egy C épület, mellett egy D épület, ahogy már ugye ez lenni szokott, és a kettő között elindult egy ilyen összeépítési akció, ennek körülbelül a 3/4-ig jutottunk. Magyarul van egy ilyen nyúlvány épület a C épülethez, ahol a dékáni hivatal van, illetve egy gyönyörű, szép 130 fős előadó. Hogyan fogadták így a kollégák ezt a változást? Gondolom, hogy kedvezően. Ez nagyon érdekes, ezt a hallgatókon lehet egyébként legjobban lemérni, hogy hogyan fogadták. A másodéves, harmadéves hallgatók csak ültek és néztek. Az elsősök megmondták, hogy hát ők ide jelentkeztek, hát itt biztos ez az általános. A kollégák, akik hozzászoktak ahhoz, hogy ablaktalan helységekben élünk, és mindig azt mondtuk, hogy a matematika kilátástalan tanszék, mert csak az eget láttuk, nem láttunk ki, hát ők nagyon-nagyon örültek. Tehát ők igazán tudják értékelni, és készre lehet venni, hogy a kollégák szívesebben tartózkodnak benn, jobban tudnak benn dolgozni, és kicsit otthonosabb is lett, ami mondjuk nekünk mindig álmunk volt, hogy közösen egy helyre le tudjunk ülni, mármint az intézet, és akkor ott együtt tudjunk dolgozni különböző témákon, matematikán, informatikán, ami éppen terítéken van. De nem csak ilyenfajta megújulás történt most a természettudományi kar házatáján, hanem új honlappal is jelentkeztek. Ez a fajta megújulás szándékos ilyen szempontból, hogy most, hogy változtak a helyek, a terek, változik a honlap is? Tehát egyszerűen tudomásul kell venni, hogy a hallgatókért nagy küzdelem folyik. És ennek az egyik elérési lehetősége az, hogy a hallgatók elmennek, és azt mondják, hogy ez nagyon jó, ide akarunk jönni. Ez a legjobb reklám. Tehát ha jól tanítunk, jól dolgozunk, az a legjobb reklám. A második tudomásul kell azt is venni, hogy ezek a hallgatók állandóan számítógépet nyomkodnak, nem csak az informatikusok, hanem a legtöbb hallgató, és valahogy nekik el kell ide jutni a mi intézetünkbe, a mi karunkra. Na most úgy gondoltam, hogy ebben nagyon nagy a hátrányunk, tehát megpróbáltunk egy igazán jó eladható honlapot elkészíteni, és most folyik az a projekt, ahol minden intézetnek, utána minden egyes tanszéknek, és utána lehetőleg minél több kollégának egyéni honlapot szeretnénk elkészíteni. Ez nyilván azért, hogy ide tévedjenek, azért, hogy információkat találjanak, illetve azért, mert szeretnénk valami olyasmit csinálni, mivel utolérhetnénk a hallgatókat, mondjuk például a régieket. Ez a honlap vagy a honlaphoz kapcsolódó szolgáltatások ezt lehetővé tennék. Tehát valami módon megpróbáljuk őket elérni majd, de hát nyilván ez hosszú évek során, amíg ezt sikerül fölépíteni, de tudom, hogy ez fog menni, és ez sokat fog nekünk segíteni abban, hogy jöjjenek ide hallgatók. Mennyire része ez a stratégiának, kari stratégiának? A kari stratégia egy nehéz kérdés. Amikor szembesültem vele, hogy itt gyakorlatilag nincsen kari stratégia, akkor rájöttem arra, hogy én gondolok valamit, a kollégáim gondolnak egészen mást, a más tanszéken dolgozó kollégák megint mást, akkor rájöttem arra, hogy kellene ilyen, hogy kari stratégia. Csináltunk egy szervezeti önértékelést, itt kiderült, hogy a TTK az őrült módon dolgozik, meggyőződéssel dolgozik, de sok-sok irányban, tehát nem egy irányban vannak a lépések. És akkor úgy gondoltuk, hogy leülünk, és sok okos ember összedugja a fejét, és megnézi, hogy mire fog jutni. És akkor például az egyik ilyen stratégiai lépés, ahova nekünk nyitni kell, az, hogy el kell érni a hallgatókat. És nem olyan módon, amilyen módon eddig tettük,
mert a plakátozás, újságban megjelenés, ezek nagyon jó dolgok, meg fontosak, meg nem is akarom senkinek se a szakmáját leszólni, de egyszerűen sokkal több irányban, mint egy polip karjai kell behúzni a hallgatókat ahhoz, hogy igazán jók legyünk. És ez egy ilyen lépés. Nyilván ez nem tudományos rész, hanem hallgatói, meg propaganda, meg reklám, de egy olyan stratégiai lépés, amit mi szeretnénk meglépni. Mi derült még ki ennek kapcsán, ahogy mondta, hogy gyakorlatilag most készülnek arra, hogy valóban tudatosan stratégiát építsenek, és megfelelő céljaik legyenek, és ennek meglegyen a visszaigazolása is. Nagyon érdekes volt most ezt hallani, hogy a honlap is így ennek része, és egy fontos kapcsolat a hallgatókkal. Mi az, ami még kiderült, hogyan az lehet az a hallgatókat elérni? Az igazság, hogy nagyon ügyesen ki tudnék ebből a kérdésből mászni szép mondatokkal. Nem szeretnék, de ugyanakkor válaszolni is csak nagyon óvatosan próbálok, ugyanis hát egyrészt most folyik még a munka, másrészt az ember nem szívesen beszéli ki a gyengeségeit. De mondok azért példát, tehát nem akarok teljesen most megmenekülni. Most kérdeztem egyébként, hogy mi az, amivel még el lehet érni a hallgatókat, hiszen kiderült, hogy például érdemes honlapot építeni amellett, hogy plakátokat ragasztanak, illetve újságban jelennek meg. Hát mikor angolt tanultam, az angol tanárbácsi kijött időnként a folyosóra, ugye angol szünetben nyilván magyarul beszélgettünk, és azt mondta, hogy English, English, English. Tudjuk, hogy volt olyan úriember, aki azt mondta, hogy tanulni, 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 úgyhogy én azt mondom, hogy munka, munka, munka. Egyszerűen dolgozni kell, mert és nem divergens módon. Tehát kiderült például ilyen, hogy kevés, kicsi a kapcsolatunk, vagy sekélyes a kapcsolatunk a többi karral. Ez például nagyon nagy probléma, mert egy közös projektbe való elindulás nagyon nehéz. Tehát ha nincs jó információ, áramlás, gond. És akkor egy lépésre vagyunk megint a hallgatóktól, hogy nekem nem csak azok a hallgatók jók, akik mondjuk biológusok lesznek, nekem az a hallgató is jó, idézi el be ezt, hogy jó, aki mondjuk történelem szakos, és azt mondja, hogy őt érdekli a biológia, tanár akar lenni, és képes lemondani arra, hogy ő bölcsész képzésben részesüljön csak, hanem nem által átjönni a TTK-ra. Tehát ez is egyfajta, még ha nem is olyan nyilvánvaló, de egyfajta olyan dolog, ami a hallgatókat hoz nekünk, úgymond a konyhára. Nagyon csak újjal kezdtek. Mennyire értékelik ezt a hallgatók? Hogy néz ki a hallgatók oktatói értékelése? Tükröződik-e benne? Hát a hallgatók nagyon érdekes, bemennek órára, csöndesen figyelnek, a oktatók néha panaszkodnak, de ugyanakkor a hallgatók, amikor leírják a véleményüket, akkor nagyon-nagyon szigorúan és nagyon keményen fogalmaznak. És ami a legfontosabb, hogy van, aki azt mondja, hogy ez nem igaz, mert hogy mit ért hozzá a hallgató. Az én fejemben sajnos vagy nem sajnos úgy van, hogy a hallgató pontosan tudja, hogy milyen előadást látott, mennyire figyeltek rá, mennyire fontos ő itt, és hát tükröződik az, hogy ezen a téren is érdemes lenne nekünk kicsit elgondolkozni, óratartási szokásokon, demonstráción, az óra felépítésén, stb. Tehát nagyon sok olyan visszajelzést kaptunk, ami pótlandó. Nyilván olyanokat is kaptunk, hogy ez egy jó hely, itt ide jó jönni, örülünk, hogy itt lehetünk, szép a környezet, tehát kaptunk ilyeneket is, csak nyilván én azt látom, hogy hol kell még javítani. Tehát sok esetben annak örül az ember, hogy ez van, de lép tovább, mert tudjuk azt, hogy ez nagyon éles piac, és itt nem lehet két másodpercre sem megállni. Az egyik legdinamikusabb megnyilvánulások volt a nemrégiben lezajlott kutatók éjszakája. Rengeteg érdeklődő volt, szerintem várakozáson felül sok, tele volt a líceumi épülete, a különböző helyszínek, nagyon sok fiatal fordult meg. Önök hogy tekintenek most vissza rá? Milyen volt ez a rendezvényük? Hogy értékeli? Hát mi azóta többször megünnepeltük csöndes borozgatással és némi pogácsa elfogyasztásával, ami azt jelentette, hogy van mit ünnepelni. Ez kétfajta diadal volt, ami számomra, hát talán nem tennék első-másodikat, de az egyik, ami nagyon fontos, az, hogy csapatként dolgozott egy kar. Ez én nagyon nagy dolognak tartom, Hadnagy József tanár úr fogalmazta meg itt este, hogy ilyen még nem volt a főiskola életében, és mondjuk úgy gondolom, hogy az talán nem nagyon szerény, telen megjegyzés, hogy tényleg nem volt. Tehát ez egy nagyon nagy dolog, emberek nekiálltak, dolgoztak, Liceum TV, 24 óra, 0 óra 2, itt volt mindenki, dolgozott, szenzációs érzés volt ennek a csapatban részt venni. Tehát ez nagyon jó, ez összetart távolabbi célokra is, úgy gondolom, hogy ez méltó ez a társaság arra, hogy sok mindent elérjen. A másik, ami nagyon fontos, hogy ez a természettudománynak a
Hát a diadala az talán erős, azt még várok 4-5 évet, hogy ezt mondjam, de minden esetre egy nagyon színpompás felvonulása volt a természettudománynak, ami úgy tűnik, hogy elérte az embereket. Tehát számomra nagyon megható volt az, hogy eljöttek esőben, szakadó esőben, tanárokkal, egyedül, családdal. Volt olyan hely, ahol az iskolából nem sikerült osztályt szerezni, de a tanárnő a gyerekeivel megjelent délután. Tehát, hogy valamiért ez izgatta ez a dolog, hogy itt mi lehet. És úgy gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy nem elveszett a természettudomány. Dékán úr, látom, hogy sok mindent tudnánk még mondani, időnk viszont kezd fogyni. Slágvortokban a legfontosabbakat a Kari életéből mi az, amit még nagyon fontosnak tart és kiemelne? A jelenből vagy a jövőből? Ez egy nagy kérdés. A jelenből a jövőbe tekintve. Én is ki tudok bújni a kérdés elől. Hát úgy gondolom, hogy a legfontosabb útirány most az, hogy MSZC-ket kell nyerni. Tehát ahhoz, hogy mi nyugodtan élhessünk, kell MSZC-t nyerni, akkor is, ha ellenszél fúj, akkor is, ha a BSZC-ket nem nekünk találták ki. Az egyetemek erős ellenszelet generálnak, de úgy gondolom, hogy nyerni kell MSZC-t. Azon kívül úgy gondolom, hogy pályázni kell, tehát egyszerűen több pályázattal kell lépegetni. Most ebben az új magyarországi fejlesztési tervben nekünk sanszunk van arra, hogy pénzeket nyerjünk, és úgy gondolom, hogy nem csak téglát akarunk építeni, hanem tudást is akarunk a téglába, tehát az, hogy nyerünk pénzt, az egy dolog lesz. Én nagyon szeretném, hogyha mellette tartalmat tudnánk felsorakoztatni. Tehát ha csak röviden, akkor szeretnénk ilyen élethosszígtartó tanulásban lépni, szeretnénk lépni a nagyvilággal való kapcsolatban, tehát cégekkel, különböző külső egységekkel, minden szinten szeretnék kapcsolatot tartani, szeretném utolérni a hallgatókat, akik elmennek innen, és hát szeretném, hogyha a felső régióban, most már a felső alatt a hegyet értem, tényleg rendhonolna, tehát most jönnek, amikor növények lesznek beültetve, meg csobogók, amikor olyan lesz, hogy ezt a beszélgetést akár ott is a csobogó mellett ülve tudjuk folytatni mondjuk egy év múlva. Mindezzel lépést tud-e tartani a karnak a minőségi fejlődése, a tanári karnak a minőségi fejlődése? Úgy gondolom, hogy mikor az ember végig gondolja azt, hogy mit tett, akkor mindig azt próbálja végig gondolni, hogy mi az, ami nélküle nem ment volna. Amire igazán büszke vagyok, ami mondjuk nem ment volna valószínűleg nélkülem, az, hogy van egy kis Péter díjunk, amire nagyon büszke vagyok. Ugyanakkor valószínűleg nélkülem ment volna, de ugyancsak büszke vagyok arra, hogy egyre több fiatal ember szerez PhD fokozatot, és egy héttel ezelőtt volt a legújabb egy ifjú ember a Matematika és Informatika Intézetből szerzett PhD fokozatot. Két új főiskolai tanár az egyéves termésem, és remélhetőleg megint lesznek, úgyhogy gyakorlatilag jól fejlődik a kar, és hát én nagyon remélem, hogy egyszer még olyan riportot is tudunk készíteni, amikor azt mondjuk, hogy egy egyetemi kar, úgyhogy ez is benne van. Ez a legjobb végszó, minél előbb erre a beszélgetésre kerüljön sor, én azt kívánom, és hát köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba. Sok sikert a munkájukhoz. Nagyon szépen köszönöm.